és majd is emeltem török felé, kedvenc sportújságírom, hallott? Kedvenc, tehát hogy azért így... Elkényeztetsz engem. Szervusz, hogy köszöntelek a műsorban, és hát sportrovatunk következik. Egy nagyon eseménydús héten vagyunk túl, Feri, azt kell, hogy mondjam, de még mielőtt belekezdenénk, ugye a nap kérdését tegyük fel, hiszen az aranylabdát Cristiano Ronaldo kapta, és ugye a kérdés az, hogy megérdemelten-e, ugye, mert a múlt hét, jó pár előtti héten ugye még ratolgattuk, hogy ugye Messi, Ronaldo vagy Ribéry az, aki megérdemli, de hogy nem jutottunk dűlőre. De viszont látolgattuk az esélyeket. Hát, ha jól emlékszel, és a kedves nézők is jól emlékeznek, én akkor azt mondtam, hogy ebből a hármasból Messinek a legkevesebb esélye arra, hogy megkapja az aranylabdát immár 5-5-ször. Nem lett volna, úgy érzem, nem lett volna igazságos, hogyha ő kapja az aranylabdát. Én akkor is kettőjüknek, tehát Ronaldónak és Ribérynek adtam a nagyobb esélyt. Érdekes módon nálam egy picit a mérleg nyelve a Ribéry felé billent, és még azért ugye akkor is mondtam, mert megnyerték a BL-t a Bayernrel, megnyerték a német bajnokságot és a német kupát is. Na most ez mind a három olyan teljesítmény, ami elismerésre és tiszteletre méltó, és joggal hihette azt az embert, hogy a Ribéry ugye a vállán vitte a csapatot több góllal, hozzájárult a sikerhez, hogy ő érdemli ki az aranylabdát. Azonban sportnyelven szóval a Ronaldo olyat hajrázott novemberben a világbajnoki pótselejtezőkön, hogy azt nem lehetett nem észrevenni. Hát a svédek elleni pótselejtezőn ugye 3 gólt lőtt, illetve összesen így egyszer egy mester, 3-as egyszer egy gólt, és ezt nyilván értékelték a szavazók is, illetve a FIFA illetékesei, így ő kapta a aranylabdát idén, teljesen megérdemelten, de hogy mennyire kiélezett volt a küzdelem, meg hogy mennyire nem volt alaptalan az, amit én mondtam, hogy a Ribéry milyen esélyes, hogy szegény Ribéry, így mondom, hogy szegény, nem tudok jobb szót rád mondani, de annyira szíven talált az, hogy nem ő lett az aranylabdás, hogy utána a gála után nem nyilatkozott az újságíróknak, mert még a tegnap délután is azt mondta, hogy ha van igazság, akkor ő nyeri az aranylabdát, hát ezek szerint vagy nincs igazság, vagy valamitől rosszul ő kalkulált. De hogy a számokban mit jelent, hogy mennyire szoros volt egy adat, hogy a szavazatok 28%-át kapta Ronaldo, 25%-át Messi, és csak 23%-át kapta a Ribéry, tehát nyilvánvaló, ebben sok minden szubjektivitás szerepet játszott, de hát ez a végeredmény, ezt el kell fogadni, és gratulálni a Ronaldónak, mert valóban egy nagyon jó futballista, nekem ugye nem a kedvencem, de azt elismerem, hogy kiváló játékos. Ha bár lenne belőle a magyar labdarúgásban 4-5 ilyen, akkor nem fájna a fejünk, azt hiszem. Igen, illetve Ibrahimovicnak is gratulálhatunk. Igen. Hát nem tudom, emlékeznek még a kedves néző, hogy 2012. november 14-én a Svédország-Anglia mérkőzésen Ibrahimovic 27 méterről háttal a kapunak gólozott egy pazargolt, és akkor éppen már, ugye mert november, azt hiszem 10-e volt a nevezési határidő az év góljára, akkor kiesett ebből a határidőből, tehát nem vehették figyelembe a tavalyi szavazásnál, vagy eredményhirdetést ezt a teljesítményt, de azóta ugye épp átesett ugye a másik időintervallumba, és így most befért a megmérettetésbe, hogy így mondjam, és hát pazarul. Mindenki azt mondta, hogy hát ilyen gólt egy évben, egy életben csak egyszer rúg egy futballista, és ezt kellően díjazták is. Igen. És hát nem beszélve arról, hogy ugye a Puskás-díj ezelőtt 4 évvel, amikor alakult, akkor pont az volt a célja, hogy ilyen látványos és parádés gólokkal tegyék emlékezetessé Puskás Ferenc nevét, és azt a játékát, és azokat a gólokat, amelyeket ő akár a magyar válogatottban, akár itthon a Honvédban, akár később még a Real Madridban lőtt. Igen. Tehát akkor még egyszer a nap kérdése, hogy Cristiano Ronaldo megérdemelten kapta meg az arany labdát. 44-51-3-49, illetve facebook.com/fixhelvi az adás egész ideje alatt. Ide várom a kommenteket és egyéb hozzászólásokat. Pedig kezdjünk is bele, a kézilabdával kezdjünk, hiszen nem igazán eredményes, nem igazán kezdtük eredményesen Európa-bajnokságot, igen. Még egy gondolatot hadd tegyek vissza az előzőre, az lenne a végszavam, hogy a kedves telefonálóknak a telefonnak, hogy ezen lehet vitatkozni, igen, hogy a Ronaldo kapta az aranyba, de nem érdemes. Na visszatérve a kézilabdához,
Most a adás alatt zajlik, illetve játsszák a Magyarország-Izland mérkőzést, ez a másik csoportmérkőzés a férfi válogatottnak. Én úgy tudom, hogy most, ha jól emlékszem, a 40. percben tart a mérkőzés, és éppen két góllal vezet az Izland válogatottja. Milyen nem lesz egyszerű győzni. Emlékezzünk, hogy a londoni olimpián a negyeddöntőben kétszeri hosszabbítás után sikerült csak egy góllal megvernünk Izlandot, és az is egy fontos tényező, hogy a Európa-bajnokságban a mi csoportunkat nevezik a halálcsoportnak, hiszen négy olyan válogatott került egy kalapba, vagy egy csoportba, ugye Spanyolország, Izland, Norvégia és Magyarország, amelyik közül bárki bármelyik pillanatban nyerhet, de bármelyik pillanatban ki is kaphat. Ugye nem sikerült jól a rajta, ahogy te említetted, hiszen a spanyoloktól, a világbajnoktól kikaptunk 34-27-re, a norvégokat legyőzték az izlandiak, és most ugye az kell, hogy a csoportunkban legalább a harmadik helyet elcsípjük, mert ha nem leszünk harmadik, tehát az első három jut tovább, akkor kiesünk, és ez egy a későbbiekben a világbajnoki sorsolásnál esetleg lehet ennek fontos szerepe. Azt figyelembe kell venni, hogy Mocsai Lajos azt mondta, hogy teljesen reálisan látta az eddigi teljesítményt, hogy nagyon rosszul játszottunk a spanyolok ellen. Megilletődöttem, fásultan, szinte rá se lehetett ismerni a csapatra, nem küzdöttek, pontatlanul játszottak a csapat tagjai, és azt mondta, hogy az Izland ellen, ha egy döntetlent elérünk, az már nagyon nagy szó, de még belefér esetleg a vereség is, bár ne így lenne, de viszont a norvégokat akkor mindenképpen le kell győzni, mert akkor, ha az nem sikerül, akkor tényleg azt mondom, csak turistának utaztunk ebbe a szép távvárosba. Reméljük, hogy nem így lesz. Azt ígérhetem a kedves nézőknek, hogy ugye 15 perc az adásidőnk, hogy mielőtt elbúcsúzunk, akkor aktuális eredményt bemondjuk, hogy önök is teljesen frissen és hogy mondják, tehát frissen is aktuálisan, aktuálisan legyenek értesülve a kézlabdájai eseményeiről. Week and Z nemzetközi torna és rapport, Richard. Mi jut eszedbe ezekről a nevekről? Hát az, hogy ez a kedvenc szavad neked, ez a holland város. Ez igen, a igen. Emlékszem, akár egy nyelvtörőnek is beillik, de azt tudni kell erről, hogy itt rendezik minden év januárjában az egyik legrangosabb európai saktornát, és akit ide meghívnak, az már nagyon sokat számít, aznak már rangja tekintélye van. Ha jól emlékszel, te is, meg a kedves nézők is, akkor tavaly Rapport Richardot meghívták, de csak a B csoportban. Viszont a B csoportban olyan jó szerepelt, holt versenyben volt csak másik, hogy most már az A csoportba hívták, és jól is kezdett, illetve hát nem kezdett jól, de jó formában van, mert ugye kikapott az első fordulóban a Fülöp-szigeti Szótól. Érdekes dolog, hogy ketten összesen voltak, vagy ketten összesen 38 évesek, szó 21, Rapport Richard 17 éves, és nagyon agresszív stílus van a Fülöp-szigeteki sakkozónak, és egy lépést elnézett a magyar sakkozó, és ezt már nem tudta utána korrigálni, viszont utána nagyon jól játszott, és legyőzte az egyik nagy esélyes, egy 45 éves szinte, azt mondom, a korszakok vagy korhatárok csatája volt, mert az ellenfele 45 éves volt, ő 17, és tegnapig döntetlen játszott a világbajnoki, a világranglista második helyzetjével, amire mindenki fölfigyelt, mert ez egy olyan bravúr volt, ami legalább akkora meglepetés, mint az, hogy mondjuk az első fordulóban kikapott. Igen, igen. Ugye szurkoljunk Richardnak, vagy Richinek, aki ahogy szólítja, és majd nyilván a beharangozóban említjük is, hogy egész héten lesz ez a saktorna, tehát akik szeretik, kedvelik ezt a szellemi sportot, izgalmas elemzéseknek lehetnek a tanúi, és mellesleg egy kiváló magyar tehetség pályafutását kísérhetik figyelemmel. Igen, drukkoljunk neki. Egy másik műsorommal kapcsolatban beszámoltam arról, hogy sajnos még mindig kómában van Mihály Schumacher, Forma 1-es. Hát ez egy nagyon szomorú hír az autósportnak, illetve a nemzetközi sportéletnek. Mennek a találgatások, próbálják tesztelni különböző vizsgálatokat Schumachernek az agyát, mert még úgy tűnik, hogy 15 nap után sem tudják biztosan az orvosok, hogy az agynak melyik része sérült, melyik érintetlen, mert nyilvánvalóan egy ilyen vizsgálatnál, vagy egy ilyen terápiánál
ha megvan, hogy melyik része egészséges az agynak, akkor igyekszik azt a részt ugye kihasználni és felhasználni a gyógyulásban, de a mai napig nem tudják még pontosan, ezért is tesztelik, próbálják különböző vizsgálatokkal, hogy valamelyes előrébb tartsanak, de sajnos ugye még mindig kritikus az állapota, és nem tudni, kómában, tehát nem tudni, mi lesz a vége ennek a szörnyű balesetnek. De ha már itt tartunk, hadd említsek még azt meg, hogy nagyon veszélyes sport ez a síelés, talán sokan nem is gondolják ezt, hiszen van ez a kiváló osztrák síugró, a Morgenstern, háromszoros olimpiai bajnok síugrásban, és pont ő is ugye a múlt héten szenvedett egy balesetet, elrugaszkodva a sáncról, elvesztett egyensúlyát, és mintén 60 méter magasból leesett, ő is ugye fejre esett, de szerencsésebben esett, és nyilván nem sziklába csapta be a fejét, mint Schumacher, így csak egy napot volt kómában, és egy műtéttel megúszta a dolgokat, és épp a tegnapi napon, vagy ma délőtt nyilatkozták róla, hogy megvan az esély a teljes felépülésére, és még talán arra is, hogy ismét versenyez. Hát szívből kívánjuk neki. Igen. Velünk együtt sok másik számtalan rajongó is, hiszen nagyon sok videót láthatunk arról, hogy milyen Schumacher rajongók a bizonyos kórház előtt nagyon szomorúnak. Szomorú. Berger azt nyilatkozta valamelyik német újságnak, hogy mindenkinek előre megvan írva a sorsa, és benne van egy ilyen pályafutása, mint a Schumacheré, hogy valahol, valamikor valami váratlan dolog, nem kiszámíthatatlan történik, hát nagyon szomorú lenne, hogyha egy ilyen karrier így érne véget, mint a Schumacheré, hogy egy ilyen szörnyű balesetben egy ilyen kiváló sportember akárcsak életét veszti, akárcsak egy élete ugye nyomorék lesz. Igen. Hát bízunk benne, hogy azért nem. Reméljük, nem így lesz, és egy kicsit örömteli hírre folytassuk, hiszen befejeződött az Afrika rész, és igen, a Szalai Tíma 18. helyen végzett. Igen, két magyar terepre is, hogy két része szakadtak, egyikük ugye ment az Afrika része, Szalai Balázsék és Kovács Miklósék, és a többiek pedig mentek a Dakarra. Szalaiék már befejezték a versenyzést, 18-ként értek célba, Kovács Miklósék a kamionos versenyben másodikként az összetettben, ami egy nagyon dicséretes dolog, és a Dakaron, a Sebestyén, Debreceni kettős pedig a 60. helyen ért célba tegnap, összetettben a 49. helyen vannak, ami hát mindenképpen már azt mondják, hogy aki a Dakart végig ezen a sivatagi őrületen, azzal mindenképpen az ismerése miatt. Igen. Folytassuk vízilabdával és a Világkupa Európai Selejtező B csoportjával. Hát tulajdonképpen lehet, hogy ez a hír a beharangozóval az étlabda kerülhetne, mert pontosan úgy, hogy ez a kézilabdások most játsszák a egyik döntő mérkőzésüket, a vízlabdázók az Európa Liga selejtezőben, a Világkupa sorozatban, Horvátországban, az olimpiai bajnok horvátokkal játszanak. Hát sajnos itt velük nincs kapcsolatunk, nem közvetíti a televízió, de biztatunk mindenképpen, hogy a csoportban Magyarország áll az élen 3 ponttal, és a Benedek legénység jól felkészülve ment el a mérkőzésre, tehát említ, hogy olyan eredményt érnek el, hogy megőrzik az első helyüket. Igen, csak bízni tudunk benne. Végezetül egyik kedvenc, és szerintem nem csak nekem, hanem most a nézőknek is egyik kedvenc sportágával, a labdarúgásról ejtsünk pár szót. Hát a nemzetközi bajnokság, ugyanállunk még mindig uborka szezon van, szabad ezt a szót használni. A csapatok nemrég kezdték el a felkészülést, de viszont annál jobb mérkőzéseket látunk a nemzetközi bajnokságokban, vagy a nemzetközi bajnokságban. Spanyolországban 2 rangadó is volt, az Atlético Madrid a Barcelonával játszott, a Real Madrid az Espanyollal. A Real Madrid nyert 1-0-ra, a másik mérkőzés 0-0 volt. Ez azt jelenti, hogy a spanyolok, illetve a Barcelona vezeti a spanyol bajnokságot 50 ponttal, másik az Atlético Madrid. A Real Madrid most ledolgozott valamint a hátrányában, és 3 ponttal követi a két riválisát. Az angoloknál ugye a Manchester City nyert, végre nyert otthon a Manchester United is, és a tabellát ugye nyert az Arsenal is idegenben 2-1-re, így ismét az Arsenal vezeti a bajnokságot, másik a Manchester City, amik a Chelsea, tehát ott is nagyon szoros a küzdelem. Az olaszoknál volt egy nagyon nagy meglepetés, hogy a Milán 0-2-ről kapott ki, és
4-3-ra, és hogy mind a négy gólt ugye egy 19 éves ifjú tehetség rúgta. Ebből adódóan aztán a Milán edzőjét le is váltották, és most a héten valószínűleg új edző irányítja majd a Milán felkészülését. Abban bíznak, ugye a Milán 11. jelenleg a bajnokságban, abban bíznak, hogy a BL-ben még versenyben van, hogy valamit úgymond javítanak a helyzetükön, kiköszörülik a csorban. Na csak kimondtam. Közben egyébként, ahogy ígértük a nézőknek a kézilabdáról, ejtsünk pár szót, itt láthatjuk most az eredményt, mi, Feri? Hát döntetlen jelenleg, ez egy elég jó, az 50. percben 24-24 az eredmény. Hát ha ezt meg tudnánk tartani, vagy akár csak egy góllal magunk javára fordítani az eredményt, akkor ez egy nagyon jó és nagyon szép teljesítmény lenne. Hadd mondjam még el az étlap előtt, hogyha nem veszed rossz éven, hogy ma ünnepi 100. születésnapját egy nagyon kiváló magyar sportlövő, Kis György Lajosné, akinek innen szeretettel gratulálunk és további erőt, egészséget kívánunk. És 123-szoros magyar bajnok, olimpiai, világ és Európa bajnoki helyezett, úgyhogy hát kívánjuk neki, hogy még a sikereiből még egy néhány évig profitáljon és érezze jó magát itt körünkben. Érdekes, hogy ő már a másik 100 éves magyar sportoló, hiszen tavaly szeptemberben Talit Sándor egy vízilabdázó ünnepelte a 100. születésnapját. Úgy látszik, a sportnak azért csak van jótékony hatása. Igen, így van. Jó egészséget kíván neki természetesen, és akkor beszéljünk arról, hogy mi várható ezen a héten. Hát ugye, ahogy említettük már, folytatjuk a kézilabda Európa bajnokság, csütörtökön a norvégokkal játszunk, a sakk Víkenzében ugye Rapport Rihárddal szintén érdekes csaták lesznek, elkezdődik a Műkocsói Európa Bajnokság Budapesten, azt tudni kell, hogy 10 évvel ezelőtt volt utoljára érmünk Műkocsói Európa Bajnokságnak, hogy Sebessé Júlia aranyérmes, hát most ilyen sikerekre nem számíthatnak a Műkocsói rajongók, elkezdődik a Rally Világbajnokság Monte Carlo-ban, és nem utolsó sorban pedig a Tennis Open, a Tennis Grand Slam sorozat Ausztráliában, ahol azt hiszem csak egy magyar versenyző, Babos Tímmal lesz, ő is csak párosban, de ettől függetlenül szurkolunk neki, mint hogy a kedves nézőknek is szurkolunk, hogy sportosan jól kezdjék és jól folytassák ezt az új évet. Nyilván sportágokból és élményekből nem lesz ilyen, az biztos. Feri, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm a figyelmet.